Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Tétervásári kézimunka szakkör 10. jubileumi kiállításán. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ismét engem kértek fel erre a temes feladatra. Én már ide úgy jövök, mint haza. Én úgy szeretem az itteni asszonyokat, mint ki a testvérem, ki az anyukám, ki a barátnőm, kikinek mi a posztja benne, találja meg, keresse meg. Nagyon nagy örömmel és nagy boldogsággal jövök ide mindig, mert én ugyan a nevem Varró, de maximum a gomb, de abból is az egyszerű gombvarrás jutott nekem osztályrészemül. Próbálkoztam, de hát mindig szerények voltak az eredmények, és aztán így nem volt inspiráció, ami engem tovább arra sarkaljon, hogy kézimunkázzam. Tehát ezért, valószínűleg ezért is többek között, meg valószínűleg azért is, mert mérleg a csillagjegyem és a harmóniát ugye képviselem, meg az egyensúlyt, és ezért én nagyon nagyra értékelem a kézimunkát, a művészetet, annak minden ágát. És itt mindig találok egy egész csokorra való csodaszép munkát, amin el lehet időzni, amit el lehet gondolkodni, amin meg lehet csodálni, hogy Úristen, ez mennyi munkába, mennyi percbe, mennyi gondolkodásba, mennyi tűzhúrásba tellett, és milyen csodás eredménye lett ennek. Úgyhogy na hát azért szeretek én ide jönni közétek, meg akit nem tegezek közéjük. Úgyhogy hál' Istennek, hogy ismét sor került erre, és erre a kiállításra, és megint egy csodás, szép anyag került ide. Hát én még sose láttam egy kiállításon se az előzőekből való ismétlést. Lehet, hogy volt, de hogy én nem láttam, azt tuti. Úgyhogy hát minden elismerésem az alkotóknak. Hát 12 éve, de javítsa, ha nem jól mondom, 12 éve működik ez a kézimunka szakkör. Olgi néni, Szűcs Dezsőni és Szabóni Szűcs Szilvia áldásos összefogó tevékenysége révén, mert ugyanezt már elmondtam, de elnézést az ismétlésért, én még emlékszem rá, Erdőköveden kislány koromban, amikor Olgi nénihez jártak az asszonyok üttetni a vásznat, vagy a napszövetet, vagy az amit, akkor nagyon nagy divat volt a kézimunkázás, különösen a kalocsai minták, nagyon nagy divatok voltak, és Olgi néni volt itt a térségben a központ, aki ezt hát művelte, és ha jól tudom, népművészet mestere is, jól mondom. Népiparművész, igen, úgyhogy na hát ehhez is gratulálunk, így már több egyére is, mert azért ez egy nagyon nagy dolog. Igyekszem magam mindig körülvenni olyan emberekkel, akik a művészet valamilyen ágával foglalkoznak. Nem is jól mondtam, bocsánat, ez így nem jól hangzik, oda csatlakozni, ahol művészettel foglalkoznak. Szegedi egyetemi barátnőmnek az édesanyja is népiparművész. Nagyon sok mindent ő csipkeit ver, gyöngyöt fűz, hímező, és nagyon sokféle mindent csinál. Na hát Olgi néni azért örökül hagyta, mert a lánya Szilvi is nagyon megszerette, és nagyon mesterfokon, sokszor művészi fokon műveli a kézi munkának rengeteg ágát, mert én már annyi mindent láttam, amit Szilvia csinált, annyi mindenféle dolgot, hogy azt én már felsorolni se igen tudnám így kapásból. De hát vannak itt sokan, akik valamivel elindulnak, aztán egy másikkal folytatják, a szakkörbe kedvet kapnak egymástól, úgyhogy ez az inspiráló tényező, ez folyamatosan működik a szakkörbe. Fel is sorolnám, nem azért, mert családi körbe vagyunk, mindenki tudja, de azért a pontosság kedvéért, meg a vendégek kedvéért elsorolnám, hogy kik is a szakkör tagjai. Bátka Lászlóné, dr. Kisner Ágnes, Fónagy Istvánné, Győr Imréné, Ivádi Béláné, Ivádi Sándorné, Mészáros Pálné, Molnár Istvánné,
Stolné Bocsi Margit, Szabóné Szűz Szilvia, Szántó Sándorné Szűz Dezsőné, így van nekem ebben a sorrendben felírva, tehát nem fontossági sorrend szerint van ez, hanem ahogy a kezembe került ez a lista. Most a mostani anyagban találhatunk horgolást, hímzést, goblent, selyemfestést, ezek már voltak tavaly is. Amiből most az idén több van, az a szövés. És most a kiállítás megnyitása előtt beszélgettem a szakkörvezetővel, és mondta, hogy hát most már egyre többen adják rá a fejüket a szövésre, és nagyon-nagyon szép dolgok kerekednek ki ebből, úgyhogy én ehhez szívből gratulálok, mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, kitartást, örömet, vidámságot a közös munkák alkalmával, a közös összejövetelek alkalmával, és tényleg igazán nagyon-nagyon jó egészséget mindenkinek, és reméljük, hogy jövőre megint egy ilyen szakmai kiállítás alkalmával megint csak találkozunk. Na most hoztam egy kis ajándékot a szakkör tagjainak, mert mi meg az erdőgazdálkodás mellett levendula ültetvény létesítésére adtuk a fejünket, úgyhogy van 7000 tő levendulánk. Most volt az első igazi aratásunk, és a lepárlástól megmentettem egy kevés levendulát, amit megszárítottam, úgyhogy hoztam nektek egy kis csomagocskával, hát majd összeaprítjátok, és akkor tűpárnát, vagy amit akartok, csináltok belőle. Én a tűpárnára gondoltam, mert az mindenkinek kell, és egy illatos tűpárna szerintem az egy nagyon jó dolog, úgyhogy nagyon sok szeretettel ajándékozom a szakkörnek ezt a kis apróságot. Használjátok egészséggel, és legyetek vidámak mellette. Köszönöm szépen, és akkor ezennel a kiállítást benyitom. Nagyon-nagyon szeretettel köszönök én is mindenki, és nagyon örülök, hogy 11-ére is meg tudtuk ezt a kiállítást rendezni. Én pedig az intézmény nevében szeretném megköszönni az alkotóknak a munkáját, hogy ilyen gyönyörű kiállítással tudunk a településen élőknek kedveskedni, ha betérnek hozzánk és megnézik ezt a kiállítást.